Szombaton játsszuk a soros mérkőzésünket az NUSE csapatával, akik a tavalyi szezonban jutottak föl ugye az NB1B-be, de mindenkit nagyon figyelmeztetem a csapatból, ez nem egy klasszikus feljutó csapat, hiszen nagyon komoly játékerőt képviselne. Több NB1-es tapasztalattal rendelkező játékosuk van, illetve NB1B-be komoly játékerőt képviselő játékossal rendelkeznek. Nagyon jó kezdték a szezont, hiszen a NEKA csapatát 3 góllal megverték, illetve az Orosházát sikerült legyőzniük. Történt a kapusuknál, Rubin Tevelintnél egy sérülés. Az ő hiánya azért szerintem meglátszik az ő csapatuknál, de a legutóbbi fordulóba azértől 1 góllal kaptak ki, illetve a keddi Magyar Kupa 3. fordulójába 2 góllal kaptak ki a Békés Csabától. Azért ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy figyelmeztető jel kell, hogy legyen. Amit várok a lányoktól az, hogy a Hajdúnemes elleni mérkőzésen mutatott hozzáállásunkat, játékunkat és formánkat tovább vigyük. Egy nagyon komoly mérkőzésre készülünk, de a bajnokságban is egy meghatározó szakasz következik, hiszen ugye az NUSE, az Érd és a Mohács jön így egymás után, ez a 3 mérkőzés. De mindig csak egy mérkőzésre szabad koncentrálnunk, de mindenképpen felhívtam a figyelmeket a lányoknak arra, hogy ezek a meccsek egybefonódnak, egymásra épülnek, és nekünk is így kell építkeznünk, hogy mindig lépésről lépésre menjünk. Egyelőre mindenki egészséges, nincsen betegség, úgyhogy reményeim szerint a legjobb összeállításba várhatjuk őket.